A Tokaji írótábor kezdeményezője Fekete Gyula volt a 70-es években, amikor ő amúgy is hát a régi népi írókhoz hasonlóan olyan társadalmi kérdéseknek a megszólaltatójává, képviselőjévé vált, amelyek csak ugyan a magyarság sors kérdései közé tartoznak. Hát gondolok a népesedés vitára. Más hasonló komoly társadalmi kérdések is egyszerre csak előkerültek, mert ez az időszak már követte a konszolidációt, a 60-as éveknek az elfojtottságát, és egyre több olyan társadalmi probléma mutatkozott meg, a cigánykérdés például, vagy a vidéknek, egyáltalán a magyar vidéki embernek a létlehetőségeinek az elpusztulása, pusztuló falvak, hogy összeállt valóban az írók köréből egy csoport, amelyik ezt a gondolatot, ezt a problematikát a társadalom elé akarta tárni, és erre a legjobb mód az akkori sajtónyilvánosság korlátozottsága miatt az volt, hogy ilyen tanácskozásokon, ilyen táborozásokon összegyűlnek, és legalább abban a körben, amelyik ez iránt érdeklődik, legalább abban a körben egy erőt mutatnak föl, és egy akaratot. Így kezdődött a Tokaji írótábor. Én csak 92-ben voltam itt először, az már egy egész más korszaka a tábornak, akkor az volt a cél, hogy ezt a leginkább a népi írókhoz, a népi szellemiségű irodalomhoz köthető tábort kinyissák a kvázi urbánosnak nevezhető szellemiségű írók felé is. Úgyhogy itt akkor egy olyan tábor volt 92-ben, ahol Heller Ágnes és Fehér Ferenc és Haraszt Miklós tartottak előadást. És ez akkor elég sok vitát és konfliktust rejtett magában. Végül valahogy a következő években visszazökkent a tábor a közvetlen napi politikai kérdések tárgyalásából a valós nagy országos kérdéseknek, a múlt feltárásának, a Közép-Európában való helyzetünk megismertetésének, a határon túli magyarság bevonásának a fórumává. Inkább a probléma feltárás, a probléma megjelölés volt az erénye a tábornak. Nem csak írók, itt a közönség soraiban is vannak irodalmon kívüli emberek, orvosok, építészek, akik csak vendégségbe jönnek, hallgatóságnak jönnek. De hát ez tényleg nem egy belterjes irodalmi ügy, a Tokaji írótábor. Nyíregyházáról érkeztem Tokajba annak idején körülbelül 20 éve, és most is onnan jöttem nagyjából másfél órával ezelőtt, és ugyanazok a szándékok voltak akkor, mint most. Itt van egy gyönyörű hegyaljai város, Tokaj, a boráról ismert világszerte, de ennek a megyének és Szabolcs-Szatmár megyének is, tehát Borsodnak és Szabolcsnak is nagyon-nagyon fontos a kulturális felhajtó erő. Én azért jöttem akkor ide, mert szerettem volna 20 évvel ezelőtt a magyar irodalom akkori nagy íróit, irodalomtörténészeit, esztétáit látni és beszélgetni velük. És nagyjából ma is ez a helyzet. Én civilben irodalomtörténész vagyok, és jelenleg a Nyíregyházi Főiskola rektora, és látom azt, viszont látom itt a régi tanítványaimat, a barátaimat, akik között már jeles filmrendezők, kritikusok, költők, írók vannak, és akik valahogy mind bekapcsolódtak annak idején a Tokaji írótábornak a munkájába. Amiről most beszélni fogunk, nagy jövő mögöttünk. Amikor Szentmártoni János, az Írószövetség elnöke, a kuratórium tagjait körbe telefonálta, hogy egy átfogó címet szeretnének adni
akkor azonnal egy borsodi költő, egy nagyon periférikus helyen, egy picike faluban, Szalonnán élő költő, Kalász László sora jutott eszembe, nagy jövő mögöttünk. A jelenlegi tanácskozásnak ez a címe. Mik azok az esélyek, amelyeket magunk mögött hagytunk, mik azok, amelyeket megvalósítottunk, és hogyan kellene a lépéseinket megszabni a jelenlegi Európában, a jelenlegi magyar irodalomban és magyar kultúrában. Azt hiszem, hogy ezek alapkérdések. Mindig egy jeles színművész is jelen van, sőt több is az írótáborban. Most Kubik Annától hallhattunk nemrégiben, Határgyőzőtől két verset, remek előadásban. És nagyon-nagyon jó, hogy Határgyőző, a 100 éves Határgyőzőre emlékezhettünk. Amit még el szeretnék mondani, hogy ezen kívül, a hivatalos programokon kívül is rengeteg barátságra, találkozásra, beszélgetésre ad alkalmat a Tokaji Írótábor. Jelenleg több mint 200 ember van itt, és mint mindig nem csak Magyarországról és Magyarország különböző területeiről, megyéiből, egész Magyarországról. Nyilvánvalóan nagyon sokan Borsodból és Szabolcs-Szatmárból. Én itthon érzem magam, hiszen léptem nyomon ismerősökbe, ütközök és beszélgetünk, hanem a határon túli a nyugati magyarság, a Partium és beljebb az erdélyi magyarság és a kárpátaljai, sőt a szlovákiai magyarság is képviselve van. És legtöbbször egy-egy olyan nemzet is, nemzet irodalma is vendége az írótábornak, amely nagyon sokat tett a magyar irodalomért. Most a lengyel irodalom képviselőit köszönhettük. Éppen 20 éve járok a Tokaji Írótáborban, úgyhogy elég zöldfülű költő volt, amikor először elmerészkedtünk. Az akkori kiadónk, a Stádium hozott el minket, induló költőket, hogy bedobjon az irodalmi mélyvízbe. És számtalan több neves íróval, akiket addig csak könyvekből ismertünk, találkozhattunk. Így például, amikor második alkalommal jártam, 96-ban pont a forradalom évfordulóján, és Géretz Attiláról szóltunk, mint fiatal költők, akkor például László Fialadárral ismerkedhettem össze, ugye a kiváló erdélyi költővel, aki sajnos azóta már távozott közülünk. Az ilyen kötetlen együttlétek mindig alkalmasabbak arra egyébként, hogy barátságok és irodalmi kapcsolatok kötessenek, mint mondjuk a hivatalos kiadói és szerzői kapcsolat felvétel. Tehát mondhatni, hogy itt a Tokaji Írótáborban kezdett fölfelé ívelni a pályám, hiszen rendszeresen látogattam fiatal korom óta. Én például itt kaptam állásajánlatot is, amikor 2000-ben tudatosan ekkortól kezdett fiatalítani a Tokaji Írótábor, és Hubai Miklós meghívására érkeztünk Orbács Péter barátommal előadást tartani, és ekkor ismerkedtem meg Olá Jánossal, a Magyar Napló igazgatójával, és mondta, hogy az induló könyvkiadóhoz szerkesztőt keres, és hát én nagyon boldogan elvállaltam. Tehát számtalan olyan kapcsolatot tudtam itt kötni, ami aztán később nagyon sokat segített a pályámban. Az a jó a Tokaji táborban, hogy koma is, meg van benne önfelettebb szakasz is, hiszen a napközbeni tanácskozás, a plenáris ülés, az kimondottan szakmai jellegű, ahol az előadások hangzanak el. Pár éve bevezettük a munkacsoportüléseket is, ahol mód van arra, hogy a plenáris üléseken ki nem fejtett gondolatokat tovább részletezzük, de természetesen hagyományszerűen vannak esti kísérő programjaink, amikor például fiatalírók mutatkoznak be, vagy folyóiratok mutatkoznak be, van minden évben borkóstolónk. Minden évben, ugye itt Tokajban van egy irodalmi emlékfal, és minden évben avatunk emléktáblát éppen évfordulós költők, írók tiszteletére. Idén két költő emléktábláját avatjuk, két nagy mester emléke előtt tisztelgünk, Vörös Sándor és Határgyőző. Vörös Sándor tavaly lett volna 100 éves, idén pedig Határgyőző lenne 100 éves. Nagyon örülök annak, hogy évről évre egyre több fiatal látogatja a tábort, amely egyébként majdnem minden évben 200 fölötti látogatottságot jelent. És nagyon, ezt azért is említem, mert régebben többször támadták a Tokaji Írótábort, hogy már elavult, már időszerűtlen, csak az idősek járnak oda, ami nem igaz. Az idei évnek valóban külön pikantériája, hogy számtalan olyan nemzedék, vagy olyan fiatal alkotó is és érdeklődő jelen van a táborban, akik ugye rendszerváltás éveiben vagy óvodások, vagy kisiskolások voltak, így nekik igazából egy ilyen rendhagyó irodalomóra és rendhagyó történelmóra is az idei tanácskozás.